hogy a vákumpasztalatban levő beteg most kerülni a mentőautóba. Nyilván még a mentőautóban további ellátásra fog szorulni, és valószínűleg még nem szállítható, mondták, infúzió, gyógyszerek, különböző dolgok fognak történni, és addig nem lehet elindulni a beteggel, amíg úgyban nem szállítható. Szorulva az oszlopok közé, így valószínűleg a legkönnyebb módja a mentésnek az az, hogyha leveszik az autó tetejét. Ezek a dolgok, de is ez nem verseny. Itt az a cél, hogy a sérült további traumákat ne szenvedjen el, tehát vigyázzatja a megpróbálnak a kollégám is, hogy dolgok is vigyázni. Ma egy nagyon kedves barátomat, kedves vendégemet hoztam vendégül, Tóth József. Hát elsőnek azért megkérdezném azt, hogy azt hiszem, hogy itt nem kell különösebben bemutatkoznom, hogy ha mondjuk én elmegyek Pestre, egyáltalán mondhatják azt, hogy ismerik a Támlászót? Hát kérem szépen, képzel, Lacika, most képzel, azt mondanám, nem. Nem. Na. Mi isteni volna, mi? Ha nem tudna fényképezni, de hát Tóth, hát sajnos Tóth, ez a helyzet. De az a helyzet, a mai világban olyan kevés az ilyen végtelenül kedves ember, mint ez a Lassz. És ez nekem sokkal fontosabb. Azt mondta, gyere le, mondta neki, tudom, hogy azért hívsz le, hogy az én szépségemmel kiemeljem az övét. De hát az a helyzet, hogy mondom, ez rögtön látszik, ezért állított ide föl, hogy látszódjon a kontraszt. Én egyből fölfigyeltem az ő munkásságára, tudilik, a következetesség, ami nekem rögtön föltűnt az ő képeibe. Tehát ő nem az a típus, aki össze-vissza fényképez, hanem egy motivummal elkezd játszani, ezt meg fogják önök látni ezekben a fantasztikus diaporámákban. Úgyhogy nem ez, hogy megyek az utcán, kapkodok össze-vissza, és ez nekem már 200 kilométeres távolságos föltűnt, mikor én láttam az ő első képeit, akár képsorozatait, akár diaporámait. Az audiovizuális művészet az számomra nagyon fontos, mert a kép és a zenének a kapcsolata, a kép és a hangnak a kapcsolata számomra
rendkívül hangulatot ad, és ebbe tudom magam legjobban kifejezni. Thank you.
4 godina. Članove je podučavao poznati glazbeni pedagog Joško. Thank you.
ebbe. Hogy szeretnéd? Csigával együtt, vagy csigával Van egy görény porozni. Gyere, fel, fogd!
passion, it's true. Need a picture of you, it's so magical. We'd be so fantastical. Leather and jeans, garage glamorous. Not sure what it means, but it's for the bus, it don't have a price. Ready for those flashing lights. Cause you and the baby high. Köszönjük! Pour un moment,
laisse pas moi prendre mon jambe car la tasse. Mais on s'approche, on veut si mon tasse. Hier, je me passe compris, on garde mon temps. Les bruits m'étonnent, on compte dans l'atmosphère. Je m'envole, etc. Tu devrais te prévoir pour la première fois. Laisse pas défendre ce que tu en crois. Il y a toujours un poignet point de doigt. Ne dois que vouloir le voir. Je ne prends le point de vue. Köszönjük szépen, mi voltunk a Pianiszt.
Köszönjük szépen! Zagadó semmi, csak a szívem baribája vágtat. Átdájnulok rajta és a nevét mondom. Erre megkegül és átágtat egy szemét. Figyelsz, tudom, ezért a talányt raktalán. Hát ha majd konkrétumot találok, a talán azt talán. Hogyha majd nem kapom meg szóban, hogy jobb vagyok papíros, nem érdek bevésetlen egy talált kaptam fán. Addig a mesémarmadán lettem a királylánynak varangya, mert feltették a mércét, de átcsét láttam alatta. Az ember haladna a képre csátít ezer ponton, a szeretet nem kivakszol. A gyűlöletten egyek folyton téveszti a sorsot. Fél centire hordott a nyavajámmal együtt, ha még érdekli a dolgod, akkor szeretünk a véletlen. Ismét hogy a tőlök, ha bár a mesztelen valóság, rohadtul narancsbőrös. Ő csodálta, imádta, rábízta, megjárta kabátja zakóját, kisírta, kibírta, megbánta, leírta kezét, mert szorítja ökölbe. Talán nem örökre hibálta, hogy másoktól magadnak lestére használod naponta. Hetente emlékszel, egy papír darabra írd le, hogy miért kéne mondani, hogy ez így nem jó, túl olcsó. Hagyni magára, még a fülembe szállnom, és pár dolog meggyőznem, hogy érezzem legyőzve. Rostaként szállt szemembe port, s vér szemet kapva befelé hatol, és vágta. És vágtat. Az ereken át a szíve kabát. Kisírta, kibírta, megbánta, leírta kezét, mert szorítja ökölbe. Talán nem örök. Gyere beljebb és nyugodtan nézz szét, ha kell. Gyere beljebb, max az állapotom érték. Ma fel azt mondták, szép téma kell, így akar szebb jövőre. Zondi nem gödörbe, ma szó kétségbe. De soha többé nem adom az enyém fel. Aki kellett érd el, mert többén is van. A csomom az asztalt, itt marad soha többé. Kétszer nem is védlem, azt mondtam, nem is mi többé. A szememben köddé, nem válik semmi többé. Ennyi elég volt, nem nyitom az ajtót többé. Elég tol csak öt fi, aztán nincsen soha többé. Mert ezt nem adom, nem, ezt nem adom. Nem, nem, ezt nem adom, az örömet meg nem adom. De mégis gyötör a szomj arra, hogy átlássam, hogy ami könnyű vérű. Miért keres mentséget a gátlásban? Ezt csinálja a sors, az élet nevezd, ahogy akarod. Ha űri a kritikát, én panaszüzet maradok. Csodálta, imádta, rábízta, megjárta kabátja, zakóját. Kisírta, kibírta, megbánta, leírta kezét, ma szorítja ökölbe. Talán nem örökre. Csodálta, imádta, rábízta, megjárta kabátja, zakóját. Kisírta, kibírta, megbánta, leírta kezét, ma szorítja ökölbe. Tudtok nananászni? Hey! Gyerünk! Nem halljuk. Még mindig gyenge. Akkor tegyünk rá még egyszer. Ez volt a panasz. Köszönjük szépen. But I needed a kind of cabrio, so I switched off the TV. And I got up from the chair, yeah, that was what I did. I grabbed my keys and jumped out through the window so quickly. Jumped into the bubbly night, oh, I needed it so badly. I entered my favorite bar to sit down at my table and order a drink. Let's go, honey, guys, to the bar to break the silence and open
open up the doors of the night to smell the queen's scents of the life. But we like the best, it doesn't need a test. Shout loud, wickedly, and then come to Maryland. And red wine covered the floor. Half an hour later, we drank a lot. We drank everything but water. Couldn't stop till the morning and got it from the jail. And that was still dark so fast. And it kept getting smaller as we filled it with disorder. The girls kept getting hotter as we danced closer and closer. We couldn't stop till the morning. Shine into our eyes. Let's go, honey, guys, to the bar to break the silence. Open up the doors of the night to smell the queen's scents. What the life, what we like the best, it doesn't need a test. Shout loud, wickedly, and then come to Maryland. Yeah, come to Maryland. Készen vagytok az utazásra? Elviszünk titeket Marylandbe, ahol mindig ilyen kiváló zene szól. Woo! És mindenki bulizik! Féktelenül! Fékevesztetten! Nincsen másod, csak felhőtlen jókedv! What we like the best, it doesn't need a test. Shout loud, wickedly, and then come to Maryland. Köszönjük szépen!
time. And no, you had no time. You had no time. You had no time. No, you had no time. You had no time. You had no time. And no, you had no time. You had no.
Ma 14 órától közel este 8 óráig folyamatosan bemutatjuk a tábori életet, bemutatjuk azt, milyen eszközöket használtak, fegyvereket, ruházatokat a török-magyar vitézek. Családtagok, szülők, talán a szép lányok. Gyertek velünk a múltba, gyertek a Barbakán várárkához, s meglátjátok, hogy esett Pécs város viadala, hogy esett a török korban mi világ volt itt. A magyarok, a törökök, hogy harcoltak egymás ellen?
bajnokunk! Az én halom hossza. Látványosak a merev szarvak. Halomzsoldos! Tudjuk jól, hogy sokan voltak. Jól megvitéz. Gyors. Egyszerű kis fokossal. Mozgásával. Halasság. Az, ami közben az itt még volt, az, aki Pécsre kerülve húzgon itt, aki Szigetvárról a környék, akkor a Végvárai. Híres volt erejéről, de azt is el kell mondani. Rutin ellenőrzést tartottak az állategészségügyi szolgálat szakemberei ebben a sajtüzemben. Ekkor találták meg a romlott sajt alapanyagot. A tulajdonos azt sem tudta igazolni, hogy honnan került hozzá a termék. A cég vezetőjét telefonon értük el. Elmondta, hogy a kifogásolt alapanyagokat nem akarták felhasználni, azok megsemmisítésre vártak, csak nem a megfelelő helyen. A jogszabályok szerint ezeket az anyagokat külön tárolóban kell tárolnunk. Ez a tároló ki is van építve az üzemünkben, viszont a munkatársaim elválasztották ezeket oda szállítani. Összesen egy tonnányi terméket foglaltak le az állategészségügyi hatóság emberei. Az üzem több milliós bírság kiszabására számíthat. Mivel az elsődleges vizsgálat szerint a termékek nem kerültek közfogyasztásba, a termelést nem függesztették fel. A Baronya megyei főállatorvos szerint a romlott alapanyagból készült sajtból valószínűleg még nem szállítottak boltokba.